Prohászka Otokár püspök emlékére ünnepséget rendeztek a Budapesti Központi Papnevelő Intézetben, valamint az Egyetemi Templomban. A neves előadókkal tartott tudományos konferencián Mózesi Gergely püspöki gyűjteményigazgató levéltáros elnökölt. Ezt már 2006-ban megfogalmazta az egyik kollégánk, hogy muszáj foglalkozni Prohászka hatásával. Talán ez a legnehezebben mérhető történet. Korábban inkább azzal próbálkoztunk meg, hogy egy-egy helyen való felbukkanása és annak a környezete, sajtója, ilyen szűkebb hatástörténete mit jelent, mondjuk egy lelki gyakorlatot szentbeszédnek, milyen lecsapódásai vannak egy adott közegben, de mindenképp fontosabb ezt nagyobb szinten is nézni. Az emlékülésen elsőként Tusor Péter történész, filológus azt a kérdést vizsgálta, hogy a római német-magyar kollégium milyen szerepet játszott a magyar egyház életében. A római irány mit jelentett a 19. század végén, a 20. század elején a magyar növendékek számára. Egyházi vezetést nézzük, akkor tulajdonképpen a római irány, ez nagyon érdekes módon egy római katolikus egyházban, 19. század végén, 20. század elején szinte marginálisnak nevezhető, hiszen négy püspök, jó nagy formátumú püspök, tehát az élvonal, Zicsi Gyula is nyugodtan ide vehető, Rott Nándor is, tehát mindenkerül Prohászka Otokár és lokális viszonylatban Boromissza Tibor szatmári püspök. Tehát ugye 15-20 fős püspöki karban azért ők a kisebbség. Tehát a posztjozefinista szellemiség, a magyar államegyháziság, a nagybirtoknak az egyháza, Prohászka Otokár által kritizált nagybirtoknak az egyháza, az egy külön világ sok szempontból, mint amit Prohászka képviselne, és mint amit majd a keresztény szociális gondolat, ugye itt mostani előadásban Kerkai Jenő révén, mondjuk tömegmozgalommá fog alakítani. Tehát azt lehet mondani, hogy egy más jellegű hatás, mint ami a mainstream a magyar katolicizmusban, amit Prohászkáik és a germanikusok kifejtenek, viszont ez a jövőnek az útja, ami viszont sajnos nem tud kibontakozni, mert 45-ben jön az orosz megszállás és jön a kommunizmus. Vajda Tamás levéltárvezető korabeli sajtóanyagok alapján bemutatta, milyen szoros volt a kapcsolat Prohászka és a Szent Imre kör, illetve Szent Imre kollégium szellemisége között. Hangsúlyozta a püspök hatását az egyetemi ifjúság szociális érzékenységére. Prohászka Otokár a századfordulón ugye még Esztergomban tevékenykedett, de mivel ő fordította le a Rerum Novarumot, gyakorlatilag 1890-es évektől kezdve az írás révén, az írásai révén és az előadásai révén aktívan alakította a körnek a szellemiségét. 1903-tól kezdve sorozatosan ez kimutatható újságcikkek alapján és a Prohászka írásai alapján is. Mondanék egy példát, 1904-ben, amikor még a Prohászka Otokár nem volt székesfehérvári püspök, de Székesfehérvárra tettek egy kirándulást május 1-én a fiatalok, akkor nyilván vendégül látta őket az akkori székesfehérvári püspök, de érdekes módon az előadást majd a leendő székesfehérvári püspök, a Prohászka Otokár tartotta, és az ilyen előadásai és az írásai révén gyakorlatilag a Prohászka Otokár határozta meg, vagy szabta meg a Szent Imre körnek a szellemiségét, például a szociális irányultságot. A konferencián Koronkai Zoltán jezsuita szerzetes előadásában korabeli röplapok és szemináriumi dolgozatok alapján kimutatta Prohászka hatását Kerkai Jenő gondolkodására, amely így később visszatükröződött az agrárifjúságot tömörítő Kalott mozgalom programjában. Azért radikális társadalomkritikát fogalmazott meg Prohászka Otokár az akkori liberális kapitalizmussal szemben. Tulajdonképpen egy rendszerváltás sürgetett, lehet ezt mondani, amely arra vonatkozott, hogy a társadalmi viszonyokat is, hát az evangélium és a keresztény társadalmi tanítás alapján hát átalakítani, és valahogy megrendszabályozni a nagy tőkét, és a nagy vagyonokat úgy hasznosítani, ami nem csak az egyének boldogulását segíti, hanem tényleg a társadalom hát javát is szolgálja. A Kalott vezérkönyvében is szerepel az a gondolat, hogy nem kevesebbet szeretnének, mint rendszerváltást. Nem ezt tették azért a címlapra, hanem a négyes jelszót,
a krisztusibb embert, műveltebb falut, életerős népet, önérzetes magyart, ami programa alapvetően a parasságnak a felemelkedését szolgálta, de csomó olyan dolog is ott volt az ő horizontjukon, mint a földosztásnak a kérdése, vagy egyáltalán demokratikus, vagy demokratikusabb átalakulás, ami hát egy egész társadalmat érintő változásra való felhívás. Az egyetemi templomban Spányi Antal megyés püspök Koronkai Zoltán jezsuita szerzetessel, Száraz László spirituálissal, Ugrich Tamás pasztorális helynökkel mutatott be ünnepi szentmisét. Prohászkának egy csodálatos érzéke volt a Szentlélektől kapott ajándéka, hogy ezt az újat, ezt a friss üzenetet, ezt az új levegőt, ezt a új gondolkodásmódot, új lelkületet el tudta hozni. Megtapasztalta Rómába, magába szívta és hazahozta. Szerencséje volt nyilván, hogy Róma akkor egy ilyen millióban élt éppen akkor. Volt egy megújulási szándék, egy akarat, volt egy valódi megújulás, és ezt a lelkületet tudta hazahozni magával. És jó, hogy itt pedig talált követőket. Mint szemináriumi elöljáró, először a kispapokat, aztán a papokat tudta, mint egy megfertőzni ezzel az új lelkülettel, ezzel az új szellemiséggel, és lassan elindult egy egészen új gondolkodásmód, egy egészen új pasztoráció. Koronkai Zoltán az emlékmisében mondott homíliájában méltatta Prohászka Ottokár püspök nagy hatású életművét. Az esztergomi szeminárium spirituálisan Prohászka Ottokár, aki egy egészen új hangot, egy új katolikus öntudatot jelenített meg. Egy olyan hangot, amely egyszerre mélységet, evangéliumi radikalitás sugárzott, és ugyanakkor korszerű volt. A Szent Mise után az egyetemi templomból, ahol Prohászka utolsó beszédét mondta, az ünneplő közösség Spányi Antal püspök vezetésével a szeminárium udvarára vonult. A Prohászka emlékére készült bronz szobornál a pap növendékekkel és hívekkel együtt imádkozott a nagypüspök mielőbbi boldoggá avatásáért. Az oltári szentség erősítette meg őt, hogy egyházát és hazáját hűségesen szeresse. Kegyelmed erejéből első tudott lenni mások szolgálatában, előre tudott nézni és utat tudott mutatni az eszmék világában, alázatos tudott maradni megpróbáltatásai közepette. Kérték közbenjárását a magyar egyházért, a papi hivatásokért. Majd a tisztelet jeleként elhelyezték az emlékezés koszorúit.